Jó napot kívánok! Mivel rektor úrnak az előadásával nem lehet versenyezni, ezért nem is fogok. Nyilván nem lepem meg önöket azzal, ha azt állítom, hogy a MOME modellváltása az sikeres, szerintem nagyon sikeres, és ennek egy elég unalmas oka van, ami a mai előadásomnak a dramaturgiáját is végtelen unalmassá teszi, az az oka, hogy rengeteg mindent csinálunk. És gondolkodtam ennek a mai alkalomnak a formátumán, és hoztam egy janusz-harcú döntést, az életem legunalmasabb előadását fogom megtartani, viszont minden szava igaz lesz. És szerintem a modern világban ez nem egy rossz deal. Fel fogom sorolni azt, hogy mit tettünk eddig az egyetemért, hogy mit teszünk az egyetemért ahhoz, hogy 20 éves távlatban világszínvonalú egyetemünk legyen. Engedjék meg, hogy röviden összefoglaljam azt a, vagy azokat a premisszákat, amikkel neki álltam, és mint kuratórium neki álltunk ennek a feladatnak. Az első sor, az első állítás, az a feladat Szabás maga volt, akitől ezt a megtisztelő felkérést kaptam, ő ezt az egymondatos briefet adta. A legjobb, amikor az ember egymondatos, tömör utasításokat kap, nem félreérthető módon, kellő egyértelműséggel. Ezért ezzel kezdődik a személyes hitvallásom is. A másik az már az alaposságba vetett hitről szól. Én azt gondolom, hogyha nekifogunk valaminek, akkor minden rétegét, a mindennapi valóságnak, minden szeletét át kell hatnia annak a munkának. Nem vonatkozhat csak egyik vagy másik szegletére. A harmadik nyilván a nyilvánosságban, vagy még a szakmai nyilvánosságban is talán leginkább vitatott része az új modellnek, hogy mi a szerepe, meg mi nem a szerepe, mi a dolga, és mi nem a dolga az alapítvány elnökének. Bárkivel örömmel vitatom meg ezt, az én állításom az az, hogy a transformáció éveiben, a megújulás éveiben, a pályaraállítás, a pályaraállás éveiben az alapítványnak, mint ami a felelősséget viseli az új modell sikeréért, aktív kezdeményező szerepet kell vállalnia, annak minden kötelezettségével a megfelelő mennyiségű időt, energiát, figyelmet kell, odafordulást kell biztosítania ehhez. Enélkül a modell önmagában nem ért semmit. És hogyha jól végezzük a munkánkat, akkor néhány éves távlatban az alapítványok, a kuratóriumok, a kuratóriumi elnökök belehelyezkedhetnek a klasszikus szerepbe, amilyen szerepben nem transformációs fázisban lévő egyetemeken is vannak a nyugati világban. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy úgy érdemes ezt csinálni, hogyha a közösség a változást a magáénak érzi. Az előző ponttal ez úgy függ össze, hogy nagyon sokat kell dolgozni azon, hogy a közösség megfelelő arányban érezze magáénak, képviselje és saját területén erősítse a változás pozitív folyamatait. Ez rengeteg humán energiát, lelki energiát, figyelmet, empátiát, mi egyebet igényel. Olyan dolgokban is kellett pallérozni magam az elmúlt 3 évben, amik nem tartoznak különösképp az erősségeim közé. Türelem, megértés, hosszú beszélgetések tolerálása, hosszú meetingek létezésének az elfogadása egyáltalán. Szóval ez egy önfejlesztő folyamatnak sem utolsó. És fontos látni a horizontot. Tehát, hogyha mindent beleadunk, hogyha apait, anyait beleadunk, akkor szerintem ez 10 év. Vannak olyan dolgok, amiket, hogyha a lehető legjobban csinálunk, és persze mindig hibázunk is, akkor is kell hozzájuk egy kritikus mennyiségű idő. Nem akarok ilyen olcsó párhuzamokat borkészítéssel és egyebekkel most behozni, de tényleg az a helyzet, hogy van egy érési folyamat, egy összeérési folyamata egy új szervezetnek, és erre szerintem fontos odafigyelni, hogy a várakozásainkat ehhez igazítsuk, és hogy a politikusok helyeznek ránk nyomást, rám nem helyeztek egyébként a egymondatos briefen túl, de ha helyeznek, akkor belük is el kell fogadtatni, hogy ez egyszerűen nem megy gyorsabban. Ha jól csináljuk, akkor nem megy gyorsabban. És van egy extra
vállalás az én hitvallásomban, ez az, hogy minél több dolgot csináljunk úgy, hogy más profilú, más méretű egyetemek is tudjanak belőle inspirációt meríteni. Ezt nem kérte senki tőlünk. Még most se kérik, gondolom, egyikük se kéri tőlem ezt. De mégis az a helyzet, hogy mivel egy kis egyetemről van szó, 800 valahány hallgatóval, ezért a mi egyetemünk számos témában a léptékénél fogva gyorsabban tud előre menni, és ezért szerintem visel egy extra felelősséget azáltal, hogy megmutassa, hogy hogyan is lehet ezeket a dolgokat csinálni. És aztán mindenki azt vesz ki ebből, amit szeretne. Három kategóriára osztottam ezt a mai listát. Engedjék meg előzetesen, hogy hangsúlyozzam, hogy mai alkalommal csak olyan dolgokat fogok megosztani, amiket vagy az alapítvány, mint új fenntartó csinál, vagy az alapítvány, mint új fenntartó kezdeményezett. A MOMEM az olyan egyetem, ami az alapítványtól tök függetlenül is folyamatosan szállít izgalmas, nagyszabású Magyarország hírnevé törekbítő teljesítményeket. Ezeket most nem fogom felsorolni ebbe a listába, hogy mit ért el az egyetem tőlünk függetlenül az elmúlt három évben, mert nem ékeskedem más tollába. Azokat fogom elmondani, még egyszer hangsúlyozom, amiket vagy mi kezdeményeztünk és mi is csináltunk. Nem időrendi sorrendben mondom, hanem logikai sorrendben. Létrehoztunk, illetve felkértük az egyetemet egy jövő egyeteme műhely létrehozására, tehát létrehoztunk az egyetemmel közösen egy think tanket, egy agytrusztot, egy szellemi műhelyt, aminek az a dolga, hogy lehetetlen határidők nélkül és ráerőltetés nélkül, megérlelve minden gondolatot, nagyjából 2 év alatt az egyetem közösségének a megmozgatásával tegyen le az asztalra egy koncepciót arról, hogy minden trend, erőkar figyelembevételével, amit a világ felső oktatásában és azon belül is a mi szegmensünkben, művészeti és dizájn egyetemek szegmensében látunk, hogy kellene kinézni a MOMÉ-nak 21. század második harmadában. 20-as évek második felétől mondjuk. Ez mindent érint. Érinti az egyetem értékajánlatát. Az, hogy mit tudunk a tanításról, a nevelésről, a mentorálásról abban a korban, amiben élünk. Mi működik, mi nem. Érinti a szakstruktúrát, a mesterképzések, alapképzések egymáshoz való viszonyát. Érinti a belső szervezeti modellt. Érinti a MOMÉ-s fakultás kiteljesedésének a szempontjait, szakmai kiteljesedésének a szempontjait. Érinti a nemzetközi kapcsolatainkat, a vállalati kapcsolatainkat. Mindenre kiterjed a jövő egyeteme modell. És hihetetlen izgalmas, kis csoportos szakmai munka zajlott az első évben, és most a második évben indul ennek a közösségiesítése. Formális és informális hierarchiában legkülönbözőbb módokon beszéli meg magával az egyetem a születő koncepciót. És egy bátor koncepciót szeretnénk, de nem csináljuk úgy, hogy abban nincs az egyetem közösségének benne az álláspontja a saját ideái. Azt hiszem, ez a legfontosabb dolog hosszú távon, amit az egyetemmel csinálunk, ezért kezdtem ezzel. Készítettünk egy ilyen hálózattudományi alapú elemzést arra, hogy hol van az egyetem. Nem a rangsorokban, mert minket nem érdekelnek a rangsorok. Szerintem önöket se kéne, hogy érdekeljék, de nem szeretnék a felsőoktatási ágazat irányítójával indokolatlan vitába keveredni. Szerintem a rangsorok pervertálják a világ felsőoktatását, de most nem hajszolom magam bele ebbe a témába, mert itt maradunk akkor estig. Minket a egyetemek nemzetközi hálózatában való elfoglalt pozíciónk érdekel, hogy kik ismernek minket, kikkel dolgozunk együtt, kikkel tudunk közösen értéket teremteni a hallgatóink, az oktatóink, szakembereink számára. Ez egy hálózattudományi módszerrel vizsgálható és vizsgálandó történet. És sokkal kevésbé torz ez a kép, annál, mint amit a rangsorok, a valamire specializálódott rangsorok kiadnak. És sokkal kevésbé hekkelhető, hiszen tudjuk, az emberi természet egyéni és kollektív szinten is olyan, hogyha azt adták ki nekünk, hogy szerepeljetek jól a rangsorban, akkor elkezdünk arra optimalizálni. Nem a hallgatók érdekét nézzük, hanem azt, hogy a rangsorban hogy fogunk jól szerepelni. Borzasztó.
Na, már megint beleáztam ebbe. Mi hálózati alapon nézzük meg a MOME helyét ebben a világban. Megnéztük a fekete vagy fehér, ahogy tetszik, foltokat. Hol nem vagyunk ott? És hogy vannak jelen a nemzetközi hálózatokban? Az észtek, az osztrákok, a németek, a hollandok, a szerbek. És ebben a hálózatban igyekszünk, ahogy a Barabási féle ilyen animációkon, meg vizualizációkon mindig látszik, ugye a sűrűjébe belekerülni. Minél több értelmes, szoros kapcsolódást létrehozni. Jó helyekkel, akiktől tanulhatunk, akik segítenek emelni az egyetemünket. Ezt a kutatást végeztük el Barabásékkal, és ennek az alapján haladunk. Létrehoztunk egy nemzetközi tanácsadó testületet, ez borzasztó unalmasan hangzik, de azt kell mondjam önöknek, hogy nagyon jól működik, mert ez egy valóban működő, tehát nem protokolláris célokat követő testület. Tettünk bele nemzetközi szinten nagyon sikeres MOME alumnát, és tettünk bele az általunk oktatott, képviselt alkotói meg tudomány területek kiemelkedő képviselőit, és operatívan használjuk őket. Természetesen ennek vannak, megvan a maga módja, hogy hogyan. Ők évente egy hetet töltenek fizikailag nálunk az egyetemen, akkor mindenféle beszélgetést folytatnak a hallgatókkal, a fakultással, mindenkivel beszélgetnek, és közben pedig a mérföldköveket, az egyetem fejlesztésének a mérföldköveit aktívan véleményezik. Tehát azt, hogy hogy írunk ki egy nemzetközi pályázatot, hogy hogyan pozícionáljuk az egyetemet. Ezekben mindig akkurátusan véleményezik az anyagainkat, még mielőtt a kuratórium vagy az egyetem vezetése döntés hozna róla. Létrehoztunk egy kiválósági ösztöndíjat, ez amúgy egy magas ösztöndíj, MOME-s viszonylatban feltétlenül, tehát ez képes kiváltani, vagy legalábbis érdemben segíteni egy hallgató életében azt, hogy dolgoznia kelljen az egyetem mellett. De ami ennél fontosabb és izgalmasabb az az, hogy erre a hallgatók egymást ajánlják, és az oktatók és a szakmai partnereink közösen döntenek a díjazottakról. És ez nagyon izgalmasan, szépen kikerekíti az együttműködésnek a kultúráját, az elismerésnek a kultúráját az egyetemen, segít ebben. És az idei év fejleménye, hogy létrehoztuk a Tiéde Holnap ösztöndíj programot. Én azt gondolom, hogy amikor egy egyetem jó helyzetbe kerül, és a MOME jó helyzetbe kerül, mert egy szép budapesti kampusza van, majd be fogok beszélni a költségvetésről, rendben vagyunk anyagi értelemben is, akkor könnyű elfeledkezni az ilyen brusztolós, nehéz feladatokról. És szerintem egy egyetemnek dolga az, nemzeti intézmény egy egyetem, hogy megismerje Magyarországot. És Zugligetből nem látszik Magyarország. Oda kell menni. Úgyhogy a Tiéde Holnap ösztöndíj programunk arról szól, hogy van a MOME-nak, nem az alapítványnak, az alapítvány csak szponzor ebben. A MOME-nak egy szakmai csapata, amelyik nyakába veszi az országot, eljut a legkisebb tanodákhoz, a legkisebb településekhez is, és évente megszólít, bevonz egy speciális tehetséggondozó programba 25 kifejezetten szegény tehetséget, akiknek bizalmat épít a családjával, mert a kreatív életpályák iránt ugye a családi szinten nem túl nagy a bizalom az ország sok szegletében, nem véletlenül. Bizalmat épít a pedagógusaikkal, és 50%-ban szakmai felkészítést nyújtunk, tehát az azt jelenti, hogy összeáll a kreatív portfóliójuk, amivel tudnak majd jelentkezni a MOME-ra két évvel később, és 50%-ban mentálhigiénés felkészítést nyújtunk az önbizalomnak, és a többi nagyon fontos készségnek, képességnek, tulajdonságnak az erősítését végezzük. Talán hallható a hangomon is, hogy a legfontosabb dolognak érzem, amit csinálunk, azok közül mind ezt a kezdeményezést. Elindítottuk az első angol nyelvű mesterképzéseket, itt a MOME-n nem voltak korábban ilyenek, ugye sok magyar intézményben voltak, nálunk most vannak. Mi talán abban vagyunk egy kicsit speciálisak, hogy fókuszálunk földrajzi értelemben. A MOME egy kulturális képzőhely és a kulturális elit egyik képzőhelye. Én személyesen nagyon hiszek abban, hogy a kelet-európai népeknek, közösségeknek, ideértve a kelet-európai kreatív gondolkodókat, alkotókat is, jó, ha jobban ismerik egymást, és egy olyan időszakban, amikor visszatért az életünkbe a háború, és hát baljós geopolitikai kontextusban éljük a mindennapjainkat, akkor hasznos az, hogyha megismerünk
megismerjük egymást kelet-európai szinten. Direkt nem használom a közép-európai szót, kelet-európai szinten. Tehát mi külön ösztöndíjjal támogatjuk azokat a belarusz, szerb, grúz, ukrán, orosz hallgatókat, akik hozzánk jönnek tanulni, és van egy ilyen kelet-európai fókuszunk. Ezt nem reklámozunk ízléstelenül, hogy egyik hallgató jobb, többet ér, mint a másik, de van egy puha fókusz, amivel azon dolgozunk, hogy létrejöjjön egy olyan kapcsolatháló a MOMÉN keresztül, ami a következő évtizedekben segít abban, hogy ismerjék egymást a kreatív szakemberek ebben a régióban. Nagyon büszke vagyok arra, ezt az alapítvány kezdeményezte, és szintén az egyetem rakta össze, hogy bevezettünk egy vállalkozói modult, egy általános vállalkozói képzést minden alapszakos hallgatónak. Ugye a kreatív iparban, amivel a MOMÉ foglalkozik, ott nagyon sok atipikus foglalkoztatási forma, nagyon sok a szabadúszó, az egyéni vállalkozó, a mikrovállalkozás. Ezek speciális attitűdöt, képességeket igényelnek. És mi kifejlesztettünk egy olyan modul, ugye a design meg művészeti egyetemeken még a világ legjobb és legmagasabban jegyzett ilyen kreatív egyetemein is a vállalkozói képzés az annyit jelent, hogy egy ilyen pénzügyi kurzusra azt is fel tudják venni a hallgatók. Mi nem ezt csináljuk. Meg lehetett volna venni ilyen kurzusokat, nem veszünk ilyet. Mi sajátot fejlesztünk. És mi a különbség? Az, hogy itt a MOMÉN oktatott szakmák speciális kereteire szabva építettük fel ezt a képzést. A hallgatók azok mögé az alkotások, azok mögé az alkotói profilok mögé rakják a vállalkozói modellt, az üzleti modellt, amit egyébként az egyetemen csinálnak. Tehát egy animációs szakember, egy járműtervező, és sorolhatnám, az ő saját munkájuk és alkotói praxisuk mögé fejleszt üzleti modellt ennek a képzésnek a keretében. És ez szerintem olyan érdekes, hogy az Aalto Egyetem, ami nekünk egy fontos mintánk, az Aalto Egyetem szakemberei azt mondták, hogy mi ebben előrébb járunk, mint ők. Ezt már akkor mondták, amikor még be se vezettük, hanem még csak a koncepciója volt meg azóta, meg be is vezettük, és ahogy itt olvasható is, a célunk az, hogy minél több MOMÉ-s ötletből, személyiségből mindenek előtt legyen magyar sikercég a jövőben. Ingyenes szaknyelvi képzést vezettünk be, ezt félszívvel mondom csak, vagy mesélem, mert szerintem alapvetően az egyetemeknek nem dolga az idegen nyelv oktatás, de a helyzet olyan, amilyen. A helyzet olyan, amilyen. Ezért mi fordítottunk arra erőforrást, hogy szaknyelvi képzést nyújtunk, úgy az oktatóknak, kutatóknak, mint a hallgatóknak, és bizony a jó hír az, hogy legalább népszerűek is ezek, tehát betelnek, hamar használják. Bevezettük a kutatói év intézményét. Ha jól tudom, Magyarországon ez 4-5 intézményben megvan már, nálunk nem volt meg. 7 évente tudják igénybe venni a oktatóink, és létrehoztunk egy díjat, az a Jövő Aranya díjcsalád, amelyet minden évben egy-egy kutató, illetve oktató kap, és ennek az a lényege, hogy azokat az oktatókat ismerjük el vele, nem az év oktatója díjról van szó, azokat az oktatókat és kutatókat ismerjük el vele, akik a saját módszertanukon a legaktívabban dolgoznak, tehát akik a legtöbb energiát rakják abba, hogy magukat fejleszék, mint oktatók vagy kutatók. Megújítottuk a szellemi tulajdon szabályozást, 2 fontos része van ennek. Az egyik, hogy hallgatók, amit létrehoznak, az övék. Nem kell befizetgetni 100 000 forintot, hogy megvegyék a saját szakdolgozatuk. Tehát ez nincs, ezt a PTNR gyakorlatot befejeztük. Az az övék. Az elején aláírják. Cserébe fel kell tüntetniük mindenhol méltó módon, elegánsan azt, hogy ki segített neki, ki volt a mesterük. Azt fel kell tüntetni, és a mesternek is kell a kredit. És a másik fontos dolog, ami nálunk szintén nem volt korábban rendezve, hogy amennyiben az egyetem maga hasznosít valamilyen szellemi tulajdont, amit a oktatók vagy kutatók hoztak létre, akkor mindenek előtt annak az anyagi hasznából az adott szakember részesül. Elsőbsége van a szakembernek az egyetemhez képest. Elindítottunk egy Global Voices at MOMÉ programot, aminek az a lényege, hogy évente legalább 500 külföldi szakember jön tanítani, oktatni az egyetemre, és a hallgatók, és az oktatók, és a kutatók maguk rakják össze ezt a listát, tehát jelölik, és van, aki egy kurzusra jön, van, aki fél évre jön, egy évre jön, van, aki egy előadásra jön, de folyamatosan szellemi pezsgést biztosítunk az egyetem életébe ezáltal.
és nyilván a kapcsolatrendszert bővítjük. Nyílt nemzetközi pályázaton választottuk ki az innovációs központunknak a vezetőjét. Ezt a pozíciót most egy lett hölgy, Laszma Iveszka tölti be, és szép eredményeket produkál, olyan nem nehéz ezt komolyan venni, amit mondok, de pedig tényszerűen így van. Olyan helyekről jönnek kutatók most a MOMEIra, például az anyagkutatás területén a jövő alapanyagait tanulmányozni, mint az MIT. Azt hiszem három jelentkezőnk is volt a legutóbbi Open Core-ra, az innovációs központunk legutóbbi kiírására az MIT-ról, és más elismert egyetemektől is. A MOME klaszterében szereplő legelismertebb egyetemekre, Politechnico di Milano és más helyekről. Úgyhogy Laszma jól csinálja a dolgát, és eztől nem teljesen függetlenül gondoltuk azt, hogy amit nem kell minden egyetemnek úgy gondolnia, de talán a MOME-nak akár még egy nemzetközi nyílt rektori pályázat is jól állhat, és most ilyet csinálunk. Ennek nem az a lényege, hogy a MOME külföldi rektor legyen. Ennek az a lényege, hogy szélesen beszélgessünk. Egy rektorválasztási folyamatban minél több izgalmas perspektívát hallgassunk meg, inspirálódjunk, és egyébként azok az emberek, akik részt vesznek ebben a folyamatban, beépülnek a MOME kapcsolatrendszerébe. Lehet, hogy valakit nem rektorként fogunk tudni hasznosítani, hanem szakmai partnerként oda fog jönni kutatni, oktatni, valamilyen más szerepben. Tehát minden lehet, semmi sincs kizárva. És múlt héten volt ez az alkalom, ahol norvég, olasz, német, magyar pályázók versengtek. Nyílt fórum volt, a hallgatók, az a szenátus tagjai, az egyetem polgári kérdezhették őket. Én azt tudom mondani, hogy szerintem felemelő volt. Tehát ide eljutott az egyetem, szuper volt. Most tegnap volt a szenátusi szavazás arra, hogy kijusson a második fordulóba, és két külföldi és két magyar jutott a második fordulóba, és jön majd a folytatás. Most két hónap áll rendelkezésre, hogy az egyetem közösségében megvitassa, meghívják a jelölteket, formális, informális fórumokon beszélgessenek velük, és aztán majd lesz a szenátusi szavazás november végén. És nyilván az alaptevékenységen túl nagyon fontos a működés, a szervezet és a kultúra is. Egy újabb vitatható vagy vitatott témát érintek most, a egyes versus kettős vezetést. Minden egyetem üzemméretéhez talán más-más modell az optimális. Mi azt találtuk ki, és úgy dolgozunk, hogy egy rektor-vezérigazgató kettős vezeti az intézményt. A vezérigazgató az nem kancellár. Az több, mint a kancellár. Bizonyos értelemben kevesebb. Kevesebb, mert nem azért van ott, hogy ellenőrizze a rektort, és több, mert minden támogató szerepet és területet, ami nem az egyetem alaptevékenységéhez kapcsolódik, a brand építéstől a gazdálkodáson át, minden ilyet azt maga fog össze, és ezáltal elérjük azt, hogy a rektor teljes egészében az egyetem alaptevékenységre tud összpontosítani. Nem könnyű egyetemi vezérigazgatói szerepre jó embert találni, mert ez nem egy vállalat, és ezt el kell fogadnia annak, aki érkezik. Tehát aki multis logikát próbál meg egy egyetemen meghonosítani, ez egy tévedés. Nekünk, nem is tudom, szerencsénk volt, hogy Isten kegyelméből mi egy nagyon jó embert találtunk erre, mert a Mateides Rékának hívják a vezérigazgatót, aki a kreatív iparban jártas, a MOME közegét személyzeti és tartalmi értelemben is ismerő, és egyébként az üzleti életben bizonyított személy. Ugye végrehajtottuk az egyetem legnagyobb arányú béremelését, kifejezetten ahhoz igazítottuk ezt a béremelést, egyrészt a lehetőségeinkhez, másrészt meg ahhoz igazítottuk, hogy a régióba mi azért a megelőzzük az átlagot mindenhol, és ez sikerült. Több mint kétszeresére emeltük a hallgatói és kutatói ösztöndíjakat, a doktori ösztöndíjakat is, de például a szociális támogatást is. Meg 20-szoroztuk a bevont európai források összegét 2 év alatt. Ebben most nem megyek bele az Erasmus meg Horizon témába, mert a végén elragadtatom magam ismét. Ez a 2 év bizonyítja azt, hogy mennyire igazságos vagy sem az Európai Bizottságnak a vérbosszúja a magyar egyetemek ellen. Bekerültünk az Innovatív Felsőoktatási Intézmények Európai Hálózatának a egyedüli magyar tagjai vagyunk. És elindultunk a karbonsemlegesség útján is, nem divat
kóbortként, hanem azért, mert ez egy nagyon erős identitásképző és izgalmas, tartalmas munka. Ugye ezt úgy szokták csinálni az egyetem, a nagy cégek, meg a nagy egyetemek a világban, hogy ők valamilyen tanácsadóval megállapodnak, és akkor az ad nekik egy ilyen checklistet, hogy ezt írjátok át, legyen ilyen szabályzatotok, meg, és akkor a végén majd ti már fenntartatóak vagytok. Hallottunk itt az ESG-ről, nem gondolok szépeket az ESG-ről. Úgyhogy mi erdőket telepítünk. Egyrésztről nyilván megszüntetjük a kampuszon az élelmiszerpazarlást, átalakítjuk az energiamixet, stb. De amit igazán csinálunk, az az, hogy három magyar nemzeti parkkal az egyetem fennmaradó károsanyag kibocsátását ellentételező mennyiségű erdőt telepítünk. Nem faültetés, ez erdőtelepítés. Ezek MOMA erdők lesznek. És ez egy közösségi alkalom. Identitás képző alkalom. És most össze az egyetem elsősei levonulnak Garaboncra, ott van az első kijelölt terület, és erdőket fogunk ültetni, és 20 év múlva azok a gyerekek majd oda mennek, és aláállnak, és már ott lesz. Igazgatósági szinten fogjuk össze az egyetem digitalizációját. Az azt jelenti, hogy amiben csak lehet, és értelmes, és érdemes, magas színvonalú, az egyetem méretére, közösségére, identitására, karakterére szabott saját fejlesztéseket csinálunk. Van egy University Life platform prototípusunk, ami az idei évben el fog készülni, és el fogjuk kezdeni tesztelni. Ez az egész egyetemi életet tudja majd szervezni hallgatói és dolgozói oldalon egyaránt. Az egyik kedvencem az adattudományi műhely. Létrehoztunk egy saját adattudományi műhelyet, aki a Moneyball című filmet ismeri, az képzelje el azt a kis figurát, aki ott azt a bizonyos közepesen muzsikáló baseball csapatot a saját kis matek egyenleteivel felemelte, és észak-nyugati amerikai bajnokság bajnokává tette. Az adattudósok nagyon sokat tudnak segíteni az egyetemnek, hogy korlátozott erőforrásból is nagyot tudjanak menni. Nem kell. Mi egy olyan adattudóst szerződtettünk, aki amúgy pszichológus is, nagy empátiával, tehát nem mérnök aggyal gondolkodik, hanem humán megközelítésben, de nagyon adattudatosan. És mindent, amit lehet, azt nézünk és mérünk. A teremkihasználtság, energetika, az oktatói munkahallgatói véleményes, mindent nézünk. És valamit használunk az adatokból, a keresztáblákból, és valamit nem. Nem kell, az adat nem kell, hogy legyőzze az intuíciót, az emberséget, az érzelmeket, de jó, ha ott van, segít. Sokszor segít. És ma már olyan módszertanaink vannak, amiket adott esetben fogunk tudni értékesíteni külföldön is. Diplomaosztóinkra meghívunk olyan szakembereket, magyar kapcsolattal is rendelkező, vagy magyar kapcsolattal nem rendelkező szakembereket, akikkel nagy élmény a hallgatóknak a találkozás, egy életre magukkal tudják vinni ezeket az élményeket. Úgy fejlesztjük az egyetem környezetét, fizikai környezetét, a zöld felületekből zöld területeket csinálunk, hogy ez a mentálhigiénés állapotát a hallgatóknak javítsa. Erről nem, most nem fogok beszélni, meg kétszeresen lejárt már az időm, de a mentálhigiénés odafigyelés az ebben az időszakban szerintem elképesztően fontos. Nem véletlenül, hogy ki is terjesztettük a mentálhigiénés támogatást az egyetemen, rezidens pszichológussal, és nagy odafigyelés van azon, hogy a hallgatók úgy érezzék, hogy tudnak hova fordulni. Megnyitottuk a teljes kampuszt, kollégiumainkat is, kampuszunkat is a menekültek háború elől, ukrán menekültek előtt. Ez is, ezt azért tettem ide, azon túl, hogy az egy nagyon emlékezetes időszak volt, mert az identitás, a közösség identitását szintén nagyon megerősítette. Tudni kell, hogy a szenátus minden ülésén ott vagyok, természetesen, tehát nem úgy, mint amikor az ember hivatlanul megy egy házi buliba, az első 10 percben vagyok ott, aztán eljövök. Az első 10 percben elmondom, hogy mit végeztünk a megelőző egy hónapban, és akkor feltehetik a kérdéseket a szenátus tagjai, vagy elmondhatják a véleményüket, utána eljövök, és a szenátust hagyjuk dolgozni. Viszont az alapítványunknak a határozataihoz teljes körű hozzáférés biztosítunk, létrehoztunk egy felületet, ami kereshető, témára, névre, tehát felhasználó barát, és a szenátus tagjai hozzáférnek ahhoz, hogy hogyan működik és mikről dönt, mikről beszél egyáltalán az alapítvány. Sigul a gazdálkodás.
Ugye meg négyszereztük az egyetem költségvetését. Ez azt jelenti, hogy ahhoz a szinthez zárkóztunk fel, ami a régiónak a top szintje a mi kategóriánkban, tehát a kis méretű kreatív egyetemek között. És amire nagyon büszke vagyok, hogy ezt úgy tudtuk elérni, és nyilvánvaló ezért hálával és köszönettel tartozunk az ágazat irányítónak, hogy nem kellett emelnünk a hallgatói létszámot. A MOMÉN sok mindenről zajlanak izgalmas viták, egy valamiben nagy konszenzus van, nem akarunk több hallgatót. Nálunk az, hogy egy oktatóra 5 hallgató jut, ez a garanciája annak. Önmagában nem elegendő, de feltétlenül szükséges garanciája annak, hogy azt a mentori alapú képzési modellt, kultúrát, mert ez több, mint képzés, ez kultúra, ezt meg tudjuk őrizni, ami az egyetemet azzá teszi, ami. Elkezdtünk bevezetni egy olyan gyakorlatot, hogy a rákövetkező év költségetését az előző év közepére már megtervezzük. Ez nem azért van, mert azt gondoljuk, hogy a második fél évben nem történhet semmi, ami keresztül húzza. Ez azért van, hogy kellően erős alap legyen az őszi beszélgetésekhez, hogy mi legyen máshogy. És ilyen formában ez talán működőképes. És végül, nem utolsó sorban, ez csak mint informatív tényt hoztam magammal, professzionális alapkezelővel dolgozunk, megnéztük azt, hogy mit tudunk egyszerű banki relációban kihozni az egyetemre bízott, az alapítványra bízott pénzből, szerintem nem eleget, és ezért mi alapkezelővel dolgozunk, és minden olyan forrást, ami éppen nem szükséges az egyetem működéséhez, azt aktívan befektetünk a partnerünk segítségével, konzervatív módon fektetünk be, tehát nem játszunk, nem bitcoinnal és NFT-kkel kereskedik a MOE, és nagyon sikeres ebben az alapítvány. Tehát Cudar hullámvasút-szerű gazdasági időszakot élünk, nem csak idén, az elmúlt 1-2-3 évben, volt sok kiszámíthatatlan esemény, és így is tudtuk növelni a ránk bízott vagyont, ami nagyon fontos. Hajrá, MOME, köszönöm a figyelmet!